megtalált egykori és jelenlegi tanítványokkal a Szekszárdi Művészetek Háza. Sokan vannak, akik a Nyitott Világ Alapítványban tanultaknak köszönhetik, hogy ma gond nélkül tudnak nemzetközi kapcsolatokat ápolni munkájuk során, vagy éppen gond nélkül tájékozódnak vagy kommunikálnak egy idegen országban. 25 évvel ezelőtt pont ez volt a cél, amikor Tóth Lászlóné és férje életre hívták a szervezetet, olyan tudást adni a tanulók kezébe, mellyel elboldogulnak az élet számos területén. Beteljesült az álom, igen. Amikor most készültem erre a visszaemlékezésre, erre a műsorra, akkor igen, végig gondoltam a 25 évet, teljesen végig, a kezdetektől egészen napjainkig, és igen, azt gondolom, hogy beteljesült. Ami akkor úgy jött, az most megvalósult. A mai gyerekek éltetnek bennünket, a régieket pedig, hogyha így végig kísértem, akkor e-mailben, telefonon csodálatos sorsokat hallottam. Nagyon sokan már családosak, több gyerekük van. És egyszerűen jó volt látni azt az ívet, ami úgy kialakult. Tehát akkor nekem olyan 15 éves korba kerültek az alapítványba, és tanultunk velük, és most pedig vagy eljönnek apaként, anyaként, vagy visszaemlékeznek, és ez egy nagyon jó érzés. Tehát igen, ezek a körök úgy bezárulnak, és ez jó. A jubileum a visszaemlékezéstől szólt. Akik a közönség elé lépnek, mind arról beszéltek, mit adott nekik a nyelviskola, hogyan emlékeznek a külföldi utakra vagy a táborokra, hiszen sokan vannak azok, akik az iskola befejezését követően is eljártak a nyáron tovább csiszolni a nyelvtudást. Egy jó érzés az embernek, hogyha valamit elér. A sikerélmény az egy nagyon-nagyon fontos motiváló erő, én azt gondolom minden szakmában, minden területen, és a nyelvtanulásnál ugyanúgy. És miután mi diákokkal foglalkozunk, tehát evel a korosztállyal, ezeknek a fiataloknak nagyon-nagyon szükségük van arra a fajta sikerélményre, biztonságérzetre, amit igyekszünk nekik megadni. Mondta a stúdiónk vendégeként az alapítvány elnöke. A képzés részeként 22 évvel ezelőtt szerveződött a délutáni nyelvet tanulók számára a tábor, mely 18 éven át Domboriban várta az iskolásokat, majd átköltözött Vajtára. Ezekben a táborokban több mint 1500 diák vett részt, és a nyelvi képességeik fejlesztése mellett képet kaptak a külföldi nyelvtanároktól, azoknak az országoknak a kultúrájáról is, ahonnan ők érkeztek. Én azt láttam rajtuk, hogy ez nekik is egy élmény. Tehát nem szokták meg ezt, hogy nyaranta találkoznak magyar diákokkal, és olyanokkal is, akik esetleg jövőre is jönnek, vagy tavaly is voltak. Tehát megint ezek a folyamatok, megint ezek az ívek, amik ismétlődnek, ezek a tanárok szívesen jönnek. Tehát amikor vége van a tábornak, akkor a diákoktól elköszönnek. A diákok őtőlük kapcsolatban maradnak. Tehát ez túlmutat, ez nekem nagyon fontos, túlmutat ez az egész egy tanítási folyamaton. Tehát itt emberi kapcsolatok alakultak ki, tanárok és tanárok között, tanárok és diákok között, és szerintem ez egy nagyon előremutató dolog, amikor a diák majd sok-sok év múlva emlékszik vissza arra, hogy akkor, abban az évben milyen külföldi tanárral tudott ő beszélgetni. Ez volt az ő első élménye, sikerélménye, hogy azon az idegen nyelven egy anyanyelvűvel tudott beszélni. Aki ide kerül ebbe az alapítványba, azokat a gyerekeket nem hagyják lemorzsolódni. Én dolgoztam rajta eleget, hogy nem tanultam és nem figyeltem oda, de ránéznek a körmünkre, és akkor igenis foglalkozunk vele. Szókincsem nagyon sokat fejlődött, legalábbis remélem, hogy nem fogok belőle túl sokat elfelejteni. Az anyanyelvű tanárokról pedig annyit, hogy nagyon rendesek. Nehéz volt így, hogy nyáron tanulni nem olyan egyszerű, de harmadik-negyedik napra már egészen jó. A vélemények, ahogy látták, az évek alatt nem változtak. Aki egyszer elment a nyári táborba, maradandó élménnyel távozott. Én 25 éve ugyanazt gondolom, és lehet, hogy talán azt is így megfogalmazom önmagamnak, hogy alig változtattam valamit a 25 év alatt. Tehát így a kollégáimmal ugyanazt csináljuk. Tehát én ezt így látom, és ebben az egész folyamatban szerintem a diákok a változó tényező. Tehát maga a koncepció, a módszer, ahogy csináljuk, a programok, az mindig ugyanaz.
És eleinte még talán gondoltunk arra, hogy valamit másképp kellene, de valahogy én ezt úgy éreztem, hogy ez úgy bejött, és mindig új diákok vannak, és mindenkinek valahogy új volt, tehát minden maradt. És nekem ez az alapítvány egy olyan állandóságot jelent. Engem a 90-es évek elején tanított Márta néni a Garai János gimnáziumban, a német speciális osztályban, és amikor megszületett a gyermekem, illetve elért abba a korba, hogy az alapítvány keretei között a német nyelvtanulást tovább mélyíthette, onnantól teljesen egyértelmű volt és természetes volt, hogy Márta néni szárnyai alá kerüljön. Ez a bizalom, ez mind a pedagógus irányába, mind emberileg azt hiszem teljesen megvolt. Az osztályfőnök volt a nagyfiam nála Márta néni, és ő szeretettel ajánlotta nekem, és a gyerekek kipróbálták, és a nagyfiamnál abszolút bejött, és utána már nem volt kérdés a kicsinél sem. Ez egy jó hely, azt gondolom, igen. Jó, ott voltak a táborokban, visszajárnak, pedig már kikerültek az iskolából, és visszajárnak a táborokba, amikor szervezi a Márta néni, ahogy az idejük engedik, dolgoznak, de amikor tudnak, mindig ott vannak. Mit is kívánhatnék végezetül a jövőre nézve? Ugyanolyan lelkes diákokat, mint régen, folyamatosan, és igazából azt, hogy a diákjaink, a régiek és a mostaniak is legyenek hittel, becsületesen dolgozó, boldog felnőttek. Ez a legfontosabb.